Gyerekek, a tegnap délután cammogok állott a popolyafomállacs. Szemem sorka. Megakad az egyik popolyalvas, ott van egy kicsi sargoság benne. Mondom, holy shit, man. Mióta várok ma, hogy érjen be papaja. Na. És kettő, egy másikon is mellette még láttam, úgyhogy nézzük meg, mit tudunk leszületelni. Nagyon kívánom, már régóta nem ettem papaját, és drága nagyon az üzletbe. És mivel itt nő a kertbe, ezért nem is vettem az utóbbi időbe. A fa meg van dőve rendesen a nagy súlytól. Sok ezen a gyümölcs. Lássátok el? Nice! És még itt van ez a nagy, ezt hagyom még egy-két napot, láttam itt is egy kicsi sárgaság. De azt már le lehet venni. Ja, hogyha hamarabb leveszed, mielőtt sárgaságot látsz benne, nagyon könnyű leszedni, csak megfogod, és egyet csavarsz rajta. Vagy kettőt. Eltörik a szára, és kész. Jó, egyelőre ennyi. Olyan, milyen szép nagyok. És még mindig jönnek ott fent a kicsikék. Olyan érdekes, hogy az illatát itt érzed a száránál. Ami itt levázzik, ilyen fehér tájcsepeg innen ki. Jó ragacsos. De megszagolod, olyan édes illata van, tehát olyan, pont olyan illata van, mint a gyümölcsnek. Tehát itt lehet látni. Na, de hogyha leszeded zölden, akkor nem fog beérni rendesen. Nem tudom, így van-e minden fajtánál. Mert vannak olyanok, amiket ott imakaliba szoktam a piacon venni, azok a hosszú kófajták, a Caribbean Red. Azok ott zöldán hozzák, és beérik még, és nem tudom. Mégis azt mondják, hogy addig ne szedd le, míg kicsi sárga nincs benne. Hát tudnék egyet kísérletezni, végül is egy zöldet leveszek. És meglátom. De lehet, hogyha van közel-közel van, akkor beérik. Na, de így az igazi. Akkor most kell várni. Nem, hanem ez kezdett mindenhol sargulni. De még kell neki egy olyan 3-4 nap, gondolom. Mindenhol sarga lesz, akkor már lehet enni meg. Na, megesszük aztán a kamerán. Fel vagyok pakóva. Szeméttel, meg két dobozzal, az a munka, egy alkotrés, ez a 750-es táp, küldöm vissza a Corsairnek. Csináltam egy RMH, azt mondják, hogy oké, küld vissza a csomagot, tehát elfizeted a postát. Mondom, mi én? Meg vagytok-e részegedve? Mi fizessem én? Áramlott a ti hibátok, nem az enyém. Azt mondja, jónak küldünk egy shipping labelt. Küldtek egy címkét, readoptam, és 15-20 dollárba kerülne, hogy oda postázzam. És nekik ugyanilyen nagy cég, nekik sokkal kevesebbe kerül. Na, megyek, ledobom azt a két csomagot a UPS-nél, a Staples-be. Itt a 75-ös az Imakaliró sarkán, és akkor ott a Walmart, a Juliet Boulevardba belépek. Kell egy-két cuccot vegyek. Nagyon finom illata van a papajának, úgy szeretem. Papajának az egyik érdekes tulajdonsága, hogy a magjai, hogy csak a parazitákot, hogyha van valamilyen, nem tudom, hogy melyik fajtákot, de arra szokták használni ilyen természetes parazita. Mit jelent a parazita? Ilyen élősködő a beledbe. Vagy nem csak a beledbe, mit tudom én, mindenhol. Na, ezt beviszem. És itt fogom bent tartani, ugye, nehogy kint valami
hozzá nyúljon. Oké, menjek el. Jósan rendezzem le a dolgot. Behoztam a traktornak a izéit ide. Tudjak dolgozni rajta. Nem volt időm a hétvégén. A banya szassal állt át a hétvége. Na de most már be van lőve jó minden, úgyhogy most nem kell foglalkozni túl sokat a banyagéppel, de ez ilyen, na, a munkahelyet napi $50 bejön jelenleg, az havi $1500, úgyhogy kell dolgozni. Nem teljesen izé passzív munka. Na jó, menjek. Hazajövök, akkor a traktort össze kell dobjam, s írjam a füvet, mert kell haladni a dolgokkal, gyerekek. Gyorsan telik az idő, mindnyi az éve el van telve. Oké, okay, na fa.